Éppen a napokban hozta ki a KSH az úgynevezett átlagbérekről szóló legfrissebb kimutatását. 600 ezer forint fölött van állítólag Magyarországon az átlag fizetés. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy ez hazugság, és mégpedig felháborító hazugság. Ahogyan azonban a KSH statisztikái nem a valóságot tükrözik, úgy már többször elmondtam, hogy hajlok arra, hogy a hivatalos statisztikák nem igazak a tekintetben sem, hogy hány harmadik világbéli vendégmunkás tartózkodik Magyarországon. És a Mi Hazánk mozgalom most olyan információk birtokába jutott, amelyek azt erősítik, hogy ez a gyanú valóban megállja a helyét. Ha vendégmunkások, akkor gyakran jut eszünkbe a Volt nevű futárcég, ugyanis itt Budapesten elég hangsúlyosan, látványosan, hogy úgy mondjam, mindenki szeme előtt vitték véghez azt a negatív fordulatot, hogy lecserélték a magyar dolgozókat harmadik világból érkező vendégmunkásokra. Érdemes azonban összegészében nézni ezt a folyamatot, és elmondani, hogy három összetevős ez az egész történet. Van ugyebár a Volt, vannak az úgynevezett flotta cégek, és vannak a munkaerő kölcsönző cégek, ők toborozzák és hozzák be Ázsiából a vendégmunkásokat, majd aztán vagy a munkaerő kölcsönző cég alkalmazásában, vagy a flotta cégek alkalmazásában állnak munkába a vendégmunkás ételfutárok. Ahhoz, hogy munkába tudjanak állni, először is le kell tölteniük egy Voltos applikációt, ez egy informatikai rendszer, ehhez tartozik egy e-mail cím, egy telefonszám, és ami nagyon fontos, egy egyedi azonosító, egy kód, és ennek lesz jelentősége. Gyakran halljuk azt is, hogy a vendégmunkások azért jók, mármint idézőjelben jók, ezt a multicégek vezetői mondják, mert sokat dolgoznak, vállalnak túlórákat, megelégszenek a kevesebb fizetéssel. Azonban a Voltnál ez egy kicsit megdől, ugyanis a Mi Hazánk mozgalom birtokába jutottak olyan információk, hogy óriási csalás történik e tekintetben. Mindjárt mondom, hogy miről van szó. Mint említettem az előbb, van egy kódszám, ami alapján a Voltos applikáció egy algoritmus alapján kiosztja a címeket, hogy melyik futárnak hova kell menni. Ennek azért van jelentősége, mert minél hamarabb kapja meg a címet egy adott futár, annál hamarabb tud oda kimenni, és minél több ilyen címet kap, annál több pénzt tud keresni. Az algoritmus pedig aszerint válogatja, hogy mely futároknak, tehát mely kódszámú futároknak adja ki a címeket, hogy milyen statisztikái vannak. És hogyha azt látja, hogy egy vendégmunkás és a hozzátartozó kódszám alatt heti 140 óra is van, ami egy egész egyszerűen fizikailag lehetetlen, de hogyha egy ilyen idézőjeles stahanovistát lát, nyilvánvalóan oda fogja adni. Csak hogy a valóság az, hogy óriási csalással állunk szemben, ugyanis egy kódszám alatt három vendégmunkás dolgozik. Ez teljesen szabálytalan, és feltételezhető, hogy ebből a háromból kettő be sincs jelentve, tehát teljesen feketén vannak foglalkoztatva. Ez egyébként még járulék elkerülését is jelenti az adott cégeknek, ebben majd máskor belemehetünk, de gyakorlatilag az a helyzet, hogy egy óriási átverésről van szó, ugyanis három vendégmunkás végzi el azt a feladatot, amit egynek kellene, és a kódszám csak azt mutatja, hogy mindenhova odaér gyakorlatilag, és így ezért neki adják a címeket, ezzel viszont óriási versenyhátrányt okoznak a tisztességesen dolgozó magyar ételfutároknak, akik ezáltal kevesebbet tudnak keresni, úgyhogy egy óriási csalással állunk szemben, mint mondtam, és a Mi Hazánk mozgalom természetesen tiltakozik ez ellen, és megpróbáljuk a következő napokban, hetekben feltárni ezt az óriási átverést, már csak azért is, hogy a magyar dolgozókat előnyösebb helyzetbe tudjuk juttatni, ugyanis ez nem igazságos, hogy így jutnak plusz címekhez a vendégmunkások.